nap, akármilyen nagy a tál, rosszossággal töltött kapban ez a vár. Éliás, Tóbiás, egy tál dödöle. Ennél a rigmusnál több nem is kell ahhoz, hogy felidéződjék bennünk gyermekkorunk egyik kedvenc filmje. Éliás királyfi, dereje főszakács és kökény szemű Katica mind személyes ismerőseink lettek a versenyben, melyik szép lány képes megsütni 100 palacsintát. Dereje, a gonosz szakács és kiterjedt rokonsága mohóságukkal sorra döntik romba a birodalmakat, de Éliás királyfi elhatározza, hogy véget vet a fosztogatásnak. Segít neki ebben Csöröge, a hűséges udvari bolond is. A végén pedig minden úgy lesz, mint a mesében. Az előadás rendezője szerint nagyon fontos, emberi értékeket ábrázoló gyerekdarabot a színházban bemutatni, hiszen ilyet a televízióban ma már keveset játszanak. A produkció kiemelkedően fontos eleme a díszlet és a jelmez, amely most Csík György munkája. Csak úgy tudjuk hozzászoktatni a gyerekeket a színházhoz, és akkor tudunk nekik üzenetet adni, hogyha megtörténik az a varázslat, ami sehol máshol nem történhet meg. Itt és most játszódik előtte, nem a filmvásznon, és mégis egy olyan csoda, egy olyan látvány és egy olyan varázslat történik előtte, ami megmelengeti a szívét, ami játékosságot ad, és közel hozzá mindazt, amit mi el szeretnénk mondani. Csörögét, az udvari bolondot Íj és Ákos alakítja, akinek gyerekkorában nagy kedvence volt a film. Jó volt, volt benne jó, volt benne gonosz, volt biztosan gyermekek számára felfogható, érezhető, ha nem is konkrétan kimondott igazsága, volt tanulsága ennek a történetnek, az igazi klasszikus jó értelembe vett mese, amire szerintem szükségünk van nagyon. A bemutatóhoz kapcsolódóan rajzversenyt is hirdetett a teátrum. Általános iskolás osztályok alkotásait várják, hogy képzeled el a világ legjobb palacsintáját címmel. A pályaműveket február 26-áig adhatják le a versenyzők. A legjobb rajzok beküldőit a szervezők vendégül látják egy palacsintázós délutánra a mesejáték szereplőinek társaságában. Palacsintát minden néző kaphat majd, hiszen az egyik nyíregyházi palacsintázóban az előadás nézői jegyük bemutatásával megkóstolhatják Dínomdánom ország királyának kedvencét.